Hello, sziasztok srácok, sziasztok anime fanok! Na hát, tegnap végeztem a One Piece Live Actionnek a befejezésével. Most erről fogok egy véleményt mondani, srácok. Lesz ebbe olyan vélemény, hogy ami tagadhatatlan, lesz benne negatív, és lesz benne pozitív. Tartsatok velem! Shintaré! Na, hát akkor kezdjünk is bele, srácok! Először kezdeném azzal, ami tagadhatatlan. Ami tagadhatatlan az, hogyha tetszett, ha nem tetszett a live action, teljesen mindegy, tagadhatatlan az, hogy sikeres adaptáció volt, tehát az első sikeres anime adaptáció lett ez világszerte. One Piece megismertetik azokkal is, akik nem ismerték az animét, és rengeteg embernek bejön, azoknak is, akik alapból nem szeretik. Tehát itt igazándiból, amit oda akart, azt elért. Tehát itt nem mi animefanok voltunk megcélozva, hanem azok, akik nem ismerik a történetet, de nem is szeretik az animékat, vagy nem nézik, vagy túl hosszú, vagy ez az amaz. Tehát ez azoknak lett megcélozva tényleg, akik úgymond idézőjelesen civil emberek, és megismerik ezt a történetet. Mivel ugye a One Piece így is úgy is egy olyan sikersztori, így is úgy is egy olyan felépítés, így is olyan karakterek vannak benne, akit megszeret az ember, tehát ez így sikeres lett mindenféle kép. Hiába másak a küllemek, hiába másabb a történet, nem animefanoknak ez egy, nem ismeri az animét és úgy nézi, azoknak ez egy nagyon jó történet és egy nagyon jó live action volt. Sikeres lett teljes mértékben, oda elért, amit akart, és nagyon sokan elkezdik az animét, mert látták a live action-t. Tehát ez tagadhatatlan, hogy világhírű, sikerű lett ez a live action. És most így, hogy elmondtuk azt, ami tagadhatatlan, akkor most jöjjön, én kezdeném a negatív dolgokkal, és ugye úgy fejezném be a videót, hogy pozitívan, ezért ugorjunk is bele abba, ami nem tetszett nekem, vagy ami az anime fanoknak igazából nem tetszett, akik ízig-vérig One Piece fanok, ugye, na hát ugorjunk is bele. Már most az, hogy a karakterek teljesen máshogy néznek ki némelyik, mint ami volt ugye az animébe. Van egy Ben Beckmanünk, aki eléggé, hogy is mondjam, nem úgy néz ki, ahogy az animébe, tehát meg se közelíti. Van egy Noikong, aki színet váltott, van egy Lucky Roxunk is, aki színt váltott, de ezek a küllemek nélkül, tehát ezek ilyen apróságok, ezeket engedjük is el, nem úgy néztek ki, volt már ilyen, láttunk már ilyet máshol is. Inkább itt az, ami a történettel lett téve, az volt számomra nagyon negatív. Igazándiból az első két epizód után tudtam elfogadni azt, hogy ez egy olyan One Piece adaptáció, amit úgy kéne nézni, mint egy alternatív One Piece. Tehát amint tudtam úgy nézni, hogy egy alternatív One Piece, attól élvezhető volt, de azelőtt az első epizód teljesen tönkretett. Hogy miért? Azért, mert igazándiból nem is vett volna el a műsoridőből, nem is lett volna a történet szempontjából se kavalkád, hogyha Zorro úgy csatlakozik, ahogy az animébe csatlakozott. Tehát ez volt nekem a szívfájdalom nagyon, hogy Zorro nem úgy csatlakozott, ahogy kellett volna. Tehát a kocsmás jelenetnél ugye jött a rizsgolyó. Tehát ez a random, mert zöldhajú vagyok és jóképű gyerek, bemegyek a kocsmába, egyből kapok egy kislányt, egy rizsgolyót, holott az animében tudjuk jól, hogy azért kapta a rizsgolyót Zorro, azt is ott a bitófán, a kislánytól, mert már több napig éhezett, és ő oda ment megsajnálva, adott neki kaját. Hát és ugye Szelmepe ugyanúgy széttapossa, és akkor ezt látják Luffyjét, és Luffy eteti meg Zorrót. Tehát itt az első találkozás Zorro és Luffy között nem osztott, nem szorzott volna, tehát itt már írták nekem egy páron kommentben, mikor az első két epizódról véleményt mondtam a TikTokon, hogy nem lehet besűríteni ezzel részt, nem lehet semmi köze, se az ezer részhez, se semmihez semmi köze nincs az, hogyha fogja Luffy, és ő előtte tapossa össze a rizsgolyót, és oda megy, és megeteti Zorrót, és megköszöni Zorro a kaját. Mert ott elindult kettőjük között egy szívélyes dolog. Na már most, és az, hogy Zorro elmondja, hogy ahogy szózza a kardjait Luffy, akkor igenis csatlakozik hozzá, és az utána tett
úgymond ígéretet is, tehát tetetett rúfüleg ígéretet, hogy ő lesz a világ legerősebb karfogatója, és ha ezt ő megakadályozza, akkor számoljon arra, hogy le fogja vágni a fejét, de hát ugye Luffy kalóz király akar lenni, Zoro se lehet kevesebb. Tehát, hogy ha Luffy elviszi a kardokat, és tényleg ez nem tett volna se kevesebbet, se többet, de minket megnyugtatott volna, és már nem úgy álltam volna hozzá, hogy kiborulva, hanem tényleg az, hogy Luffy elviszi a három kardot, ez a helmeppós pucér jelenet helyett ez simán meg lehetett volna csinálni, hogy Luffy elmegy a kardért, visszaviszi, és akkor ténylegesen azért csatlakozik, mert segített rajta és odaadta a kardokat. Ezek kisebb olyan dolgok, amik elmélyítették Zoro és Luffy kapcsolatát. Mert azt láthattuk a live actionben, hogy körülbelül nem is tudom, a hatodik rész után volt az, hogy volt egy kisebb szoros kapcsolat, de amúgy semmit nem vettél le, ha úgy nézed, aki nem ismeri az animét, és úgy nézi, hogy ők mennyire szoros kapcsolatban vannak, mivel hogy nagyon szoros kapcsolatban voltak. Fogok így a karakterekről is egy-két negatívat mondani, a pozitívhoz meg a pozitív dolgokat mondom el. Tehát engem ez a történetben ez nagyon zavart. Utána a második rész már nagyon jó volt, meg kell mondjam a Frankót, az már, ott már feleszméltem, hogy itt teljesen máshogy lesz, és a harmadik epizódtól már tudtam élvezni a sorozatot. Ugyebár mi az előzetesről láttuk, az előzetesben, mintha minden rossz szemszögből lett volna, tehát minden az előzetesben úgy volt összeburkolva, mint a minden a legrosszabb szituációból lett volna, vagy legrosszabb kamera szemszögből. Goldie Roger is azért nem volt annyira vészes, amikor más szemszögből mutatták, mint amit láthattunk az előzetesben. Na hát, és hogy folytassam a negatív szériát, ugye voltak dolgok, amiket ugye így megvarjáltak, és pedig lehetett volna, én csak tényleg azért reklamálok, ami tökre ugyanúgy belefért volna, nem azért, hogy most kihagyták Chow-Chow-ot, bár kaptunk easter egg-eket, ezt majd a pozitívhoz fogom mondani. Ha már Zorro-lá tartottunk, akkor Zorro karaktere is számomra az első epizódban jó volt, a legvagányabb, legkirályabb, stb. De egy idő után engem elkezdett idegesíteni a karakter, nem tudom ki, hogy van vele, hanem is a karakter maga, a színész is. Igazándiból hiába anyározzák minden, hol avagy a lányok, avagy a fiúk, mert hogy Zorro, meg Zorro. Nem hozta úgy Zorro karakterét, ahogy kellett volna. Számomra csak a 8. epizódban volt olyan, mint Zorro. Ugyebár itt az időugrás előtti Zorro-ról beszélek, de az időugrás előtti Zorro az nem volt ennyire, hogy is mondjam, szerintem túltolta ezt a macsó szerepet a színész, nem kicsit. Tehát a időugrás előtti Zorro az egy full nagy forma volt, nevetett folyamatosan Luffy hülyeségein, tehát ez is egy plusz volt, hogy ő neki tetszett Luffynak a humora, meg a bolondságai, és vele együtt nevetett a dolgokon. Tehát ő folyamatosan azért nevetgélt, és ugye itt van a meghatározó dolog pont Zorro karakterébe. Ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy mikor Mihawk megvágta Zorrot, utána már nem nevetett, utána lett komolyabb az egész karakter, vagy akár amikor Kumától átveszi ugye Luffy fájdalmát, de én nagyon ezt a teóriát, én ezt úgy látom, hogy inkább akkor, amikor Mihawk megvágta. Tehát ő előtte egy vigyorgó, nagy dumájú, nagy pasas volt, tényleg tök szerethető volt, és ahogy meg lett vágva, ahogy történt az a törés benne, utána lett ő ennyire komoly, és ilyen macsós, de még akkor is, amikor ő komoly és macsos, még utána is azért vannak jelenetek, amikor nevet. Tehát számomra az a helyzet, hogy Zorro karaktere a 8. epizódban legvégén volt olyasmi, mint Zorro. Tehát most hiába, bocsánat, kövezzetek meg, de túltolta a csávó a macsó dolgot. Zorro nem ilyen volt a print time skip előtt, de mindegy. Igazából ez így ennyi is a véleményem a Zorro karakteréről. Na már most akkor jöjjön Nami karaktere, meg kell mondjam a Frankot, maga a színésznő, amikor nem Namit játsza, hanem interjúkban van, és láthatunk egy pár ilyen felvételeket, hogy interjú, bolondkodás, stb. Sokkal namisabb úgy a lány, hogy nincs beöltözve Naminak, mint Namiként a sorozatban. Tehát meg kell mondjam a Frankot, nekem egy Black Widow előzmény filmnek felett meg a lánynak a szerepe és a színészi tehetsége. Tehát mintha a Black Widow-t, a fekete özvegyet látnánk fiatal korába. Tehát számomra ezt adta meg. Nem, Namit az alkatról már nem is beszélve, de hagyjuk, Namit így jó, elment egynek, de nem volt túl Nami számomra, de hozta, amit kellett azért. Amikor a testvérével Noikóval van a párbeszéd, az még talán majdnem meg is hatott. És amit még nagyon fáj nekem, hiszen nekem Garp, Monkey D. Garp az egyik kedvenc karakterem,
Tehát őt teljesen máshogy hoztál bele, teljesen más képet fes le. Maximum a végén volt az, hogy a gárp egy kicsit gárpos volt, de attól függetlenül nem nagyon volt gárpos. A kinézete jó volt a színésznek, mint gárp, de így, hogy így vitték bele, és így húzták, vonták, hát mit is mondhatnék, nem jött be. A végére már megszoktam. Na már most negatívként igazából ennyit tudtam így felsorolni, ami úgy ténylegesen negatív volt, és nem megyünk bele egyéb dolgokba, tehát hogy tényleges, ami tényleg olyan volt, hogy lehetett volna ezen alakítani, úgy, hogy közben nem variálja meg a sztorit, még a live action sztorit sem. Még annyi lehetett volna, hogy odáig azért jelzik azt, hogy nekünk anime fanoknak, hogy ne úgy nézzük, mint az animét, hanem próbáljuk alternatív One Piece-ként nézni, és akkor már teljesen máshogy álltam volna hozzá, már legelén az egészhez. Lehet, hogy ez az én hibám, ez az én egyéni szegénységi bizonyítványom, hogy adaptációra nem néztem rá, hogy az mégis mit takar, hogy az adaptáció az csak annyi, hogy a karaktereket vesszük ki és belerakjuk bármilyen sztoriba, vagy az eddigi adaptációkat, amiket láttam ugye a Dragon Ball Evolution kívül, legyen az a Death Note, például ott azért nagyjából a sztorit követték, tehát ugye a live actionök között annyi nagyon sokat nem néztem meg, mert sok jók nem lehetett róluk mondani, de ha ezt így indítjuk, akkor teljesen máshogy állok hozzá, is tök jó lett volna, de így csak a harmadik résztől tudtam élvezni, és akkor most jöjjön a pozitív oldala. Megmondom a frankot, a pozitív oldalnál a látvány, a hajók, a díszlet, csillagos ötös volt emberek, meg kell mondjam a frankot, Zef karakterét iszonyat jól találták el, az úgy, ahogy van nekem Zef, az Zef, tényleg tökéletes karakter lett Zef, és plusz annyi, hogy én a harmadik résztől kezdtem el úgy nézni, hogy ez egy alternatív One Piece is, hú de jó, Usopp. Gyerekek, animébe utáltam Usoppot, ugye van is külön erről egy videóm, hogy miért nem szerettem, de itt a live actionbe azonnal megcsipáztam Usoppot, nekem Usopp hozta, amit kellett, tök jó volt, tényleg, le a kalappal kellett az a kis plusz karakter, mint a Nami, az olyan Zoro, aki tényleg már be van macsósodva fullba, és tényleg nem olyan, mint a Print Time Skit előtti Zoro, ezt nem tudom kiadni elnézést, és plusz kaptunk egy Luffy-t, akire mindjárt rá fogok térni. Luffy, nekem az elején nem nagyon volt Luffy is, sőt, kellett az első két epizód is, hogy megszokjam, hogy ő Luffy. Jó, legyen ő ebbe az alternatív One Piece-ba Luffy. Aztán arra lettem figyelmes, hogy megszereted a srácot. Tehát az a helyzet, hogy amennyire nem volt Luffy is nekünk az elején, meg kicsit olyan bénáskodósabb volt, mint maga Luffy karaktere, attól függetlenül szerethető a srác. Tehát pozitív volt az optimizmus, ami ott volt teljes mértékben, hozta annyira Luffy-t, amennyire el lehetett úgymond várni. Megmondom a frankót, hogy igazándiból nekem nagyon sokat segített az, most lehet, hogy ez csak az én megint hülye meglátásom, de számomra ez a srác, ugye nagyon nem adta Luffy-t, de hogy mosolygott folyamatosan meg minden, ugye egyre jobban megszeretette magát, és nekem a mosolyába valamiért, nem tudom miért, de ha így van még valaki ezzel, azonnal írja meg kommentbe, hogy nem vagyok bolond, én nekem nagyon adta Jim Carrey mosolyát. Tehát számomra, amikor a gyerek elmosolyodott, és nézte, szinte Jim, egy, nem is tudom, egy alternatív Jim Carrey-t fiatalon, brazilol, san, meg fűszerezve adta át. Tehát a mosolya neki, nem tudom, miért olyan Jim Carrey is volt, és ezért átvitte a bolond státuszba Luffy-t, és mégis ugye hozta azt, amit kell. Tehát számomra a gyerek amennyire nem tetszett, annyira úgy, ahogy megszerettem, vagy elviseltem, tehát végül is hozta azt, amit hozni kellett. Ami még pozitív, az Arlong, gyerekek, hiába nevettem nagyokat az előzetesen, meg hiába voltam úgy vele, hogy úristen, ez hogy néz ki, magát a karaktert nagyon hozta. Tehát ha eltekintesz a küllemétől, hozta azt, hogy el voltak nyomva a Jojinok, ugyebár a Jojin szigetről, ugye tudjuk jobban majd a sztorit, tehát hozta azt, hogy tényleg ők el voltak nyomva is, ő abban van, hogy ők erősebbek, mint az emberek, mérők érezik magukat, ugye, alattasabb szinten, tehát hozta ezt a fajtát, hozta a zsarnok fajtát, és hozta azt is, hogy egy mocskos szemét, aki nem tartja a szavát. Hiába variálták meg ott ugye azt, hogy elküldte meg, elvitték abba, meg mit tudom én, tehát hiába lett ott megvariálva is az történet egy kicsit, de amúgy az Arlong nagyon hozta az Arlongnak a mocskosságát, tényleg az, hogy a úgymond a halemberekért való kiállást,
teljes mértékben hozta, tehát az is egy pluszpont Allongnak. Na és hát már itt vagyunk a Villieneknél, nem hagyhatom ki a sztárt. A fő sztár, gyerekek, Buggy kapitány volt az, ami gyerekek közönségkedvenc lett. Buggy nagyon hozta a színész Buggyt, hiába volt ugye őről is egy olyan képkocka az előzetesből, úristen ki ez? Nagyon hozta, nagyon jó volt, tök jó felüdülés volt, hogy vitték magukkal a fejét, és néha-néha beszólt egy-két vicceset. Tehát Buggyról azt lehet mondani, hogy csillagos ötös lett én számomra is. Ami még pozitív, hogy tényleg oda zseniális, ugyanúgy zseniális maradt, összeállt a Netflix-el, és egy zseniálisan kicsit megtekert, megcsavart, de a történet lényegét nagyjából átadta az olyan közönségnek is, akik nem néznek animét, vagy nem ismerték a történetet. Tehát mindenképpen ő alkotott megint egy olyat, ami világsiker, és tényleg le a kalappal. Plusz, ha már itt tartunk, hogy milyen zseniális oda, nem mindenkiről feledkezett meg. Ha az ember figyelmesen nézi, bár én megmondom a Frankot, hogy én utána néztem, és találtam meg ezeket az easter egg-eket, mert amúgy a sorozatban nem szúrtam volna ki, tehát őszintén mondom, nagyon sok mindenkit easter egg-be egy pillanatra, egy képre berakott oda, hogy mégse felejtette el őket, és ezeket a szemfüles emberek észre is vehetik. Tehát valamilyen szinten kaptunk ki, és adtunk is. Tényleg itt most nem az anime fanok voltak megcélozva, hanem ténylegesen az a közönség, aki nem ismeri az animékat, nem ismeri a One Piece, azoknak ez biztosan nagyon király sorozat volt. Így mondva nekem is egy tök jó, hogy is mondjam, így összességében azt mondom, hogy tök jó. Jöhet a folytatása, úgy van, kíváncsi vagyok, úgymond ez az alternatív történetre. Én tényleg így nézem, bocsánat, de nem lehet úgy. Ha az animéhez néztem, csak felhúzott, tényleg úgy tekintettem rá a sorozatra, és ezt, akik nem bírják nézni, és úgy vannak vele, hogy ez nem is olyan, és elvette a kedvüket, mert nem csak olyanok voltak, akik imádták, hanem olyanok is voltak, akik igenis animefanok, és nekik nem jött be, és kikapcsolták fél óra után, kikapcsolták egy epizód után, stb. Én azt mondom nektek tanácsolni, srácok, hogy mégis kíváncsiak vagytok azért rá, nézzétek úgy, hogy mint egy alternatív történet, mert másképp tényleg csak ki fogjátok kapcsolni. Én is úgy voltam vele, hogy videózok, tényleg véleményt várnak el a srácok, hiszen az előzetes is nagyokat ment, megtekintésbe is, meg mindenhogy. Kell, hogy jöjjek egy véleménnyel, ezért meg kell, hogy nézzem, és tényleg úgy álltam hozzá, hogy alternatív One Piece, és utána tudtam úgy, ahogy élvezni. Igazából Kuro kapitány is tök jó volt hozva, tehát úgymond igazándiból jól hozták a karaktereket. Mondom, egy-két ilyen színváltások voltak, meg ilyesmik, de hát jó van, belefér, meg ugye változtattak, egy-két harcot kihagytak. Ja, és még annyit mondanék, hogy nekem a kedvenc karakterem Usopp Buggy mellett még Sanji volt, meg ugye Zeff az tényleg tökéletes volt, de Sanji számomra egy nagyon szimpatikus volt, nem tudom miért, pedig annyira Sanji is nem is volt ő minden tekintetben, de viszont nagyon, nem tudom, a színész, vagy maga ugye Sanji karaktere, nekem nagyon hozta, nekem Sanji is a kedvenceim közé tartozik, ugye a live action részről, meg amúgy csipázom őt, tudjátok. Lehetett volna benne még egy kis több Namis van, de ez már lehet a folytatásba kiderül. Igazából röviden tömören ezt tudom mondani, srácok, hogy mint anime fanként azt mondom, elfogadható, legalább sokan elkezdik a One Piece, legalább többen ismerik meg a One Piece-t, nem csak azt fog beugrani róla nekik az embereknek, hogy a leghosszabb anime, meg hogy 1000 plusz részes, meg igazából nem is a leghosszabb anime különben, hanem az, hogy tényleg van a szalmakalapos brigád, és bolondosak, és mennek, és csinálják, és keresik a One Piece-t, tehát egy tök jó kalóz történet amúgy is a One Piece. Szóval azt tudom mondani, hogy csak jót tett ez a live action, még ha nekünk anime fanoknak is vannak, hogy is mondom, kifogásaink, vagy fájdalmaink vele kapcsolatban, attól függetlenül, ha globálisan nézzük, ha a világot nézzük, akkor ez csak egy sikeres live adaptáció volt, live action, élőszereplős adaptáció volt, ez teljes mértékben sikeres volt, és teljes mértékben csak plusz dobott a One Piece-re. Hiába nekünk, némelyikünknek egy-két dolog fáj, de attól függően azt kell nézni, hogy tényleg ez globálisan plusz dobott a One Piece-nek, Odának, tehát amit akart, ismét elért, hihetetlen. Innen is gratulálok a Netflixnek és Odának is, igazából neki a legjobban, tehát
Én azt mondom, srácok, nézzétek meg, aki abbajta, az is nézze meg tényleg úgy, hogy úgy nézi, mint egy alternatív One Piece. Egy idő után megszokod a karaktereket is. Nekem ezek a meglátásaim voltak a live action-nel kapcsolatban, kíváncsi leszek a folytatásra, mert több mint valószínű, hogy lesz, hiszen akkora sikert adatot, hogy az hihetetlen. Tehát tényleg ez csak dobott azért, nem az volt, amit hittünk, hogy szar lesz, meg csak megszégyeníti a One Piece, nem. Ez csak dobott a One Piece-re. Azt kell, hogy mondani véglegesen, ez az utolsó szavam. Köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztetek ezt a videót. Ha van véleményetek, írjátok meg. Lehet, kihagytam egy-két gondolatot, azt is írjátok meg. És én majd úgyis válaszolok nektek, ahogy szoktam mindig is. Meg tudunk erről elmélkedni, akár live-okban is. Sziasztok, srácok, én Mugin voltam. Sintáré!